Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Az extrém melegben is helytállnak, jogszabály védi a tűzőnapon dolgozókat. Tolna megyei közgyűlés 7 napi rendi pontot tárgyaltak. Utazási tudnivalókra hívta fel a figyelmet a szóvivő, nem mindegy, hogy EU-n kívül vagy azon belül nyaralunk. Mosatlan zöldségek, gyümölcsök, hogyan óvjuk magunkat a fertőzéstől? Tikkasztó hőségben a munkaadóknak fokozottabban kell ügyelniük a dolgozóik egészségének védelmére, ezt jogszabály írja elő számukra. A napi folyadékbevitel biztosítása, pihenőidő árnyékos, hűvös helyen, megfelelő munkaruházat és esetlegesen napvédőkrém biztosítása is az előírások között szerepel. Tűző napsütésben is dolgoznak ezen a tamási építkezésen. Bár az egész országra érvényes hőségriadó van, a munka nem állhat meg, az embereknek ugyanúgy helyt kell állniuk, mint hűvösebb időben. A jövőre nézve egyre gyakoribbak lesznek a mostanihoz hasonló kánikulák, így a vállalkozóknak rengeteg szabályt kell betartaniuk a beosztottak egészségének és biztonságának védelme érdekében. Én azt gondolom, hogy ma már lassan nagyobb kihívást jelent a hőhullámok feldolgozása, beépítése a hétköznapi munkarendbe, elviselhető munkarendbe, ha szabad így fogalmazni, mint a téli hidegek okozta nehéz körülmények feldolgozása, illetve beépítése ebben az említett munkarendbe. Nos, ez a hőhullám is hasonlóan a tavalyihoz rendkívül erős megpróbáltatásoknak teszi ki a dolgozóinkat. Kólya József elmondta, hogy fokozottan figyelnek azokra az alkalmazottakra, akik a tűzőnapon folytatnak fizikai munkát, hiszen esetükben magasabb az erős napsugárzásnak való kitettség, a napszúrás, leégés veszélye. Árnyékos, hűvös pihenőhelyet, folyadékot biztosítanak számukra. A szekszárdi köztereken sem áll meg a munka, hiszen a füvet vágni kell, a járdákat pedig tisztán kell tartani. A zöld felület karbantartó csoport tagjainál mindig kéznél van egy palack hűtött víz, ami ha elfogyott, a nap folyamán egy hűtőtáskából bármikor pótolhatnak. De más módon is óvják a dolgozókat. Napvédőkrémek lettek kiosztásra, a pihenőidő az nem órához van kötve, hanem igény szerint félrehúzódnak az árnyékba. Ha meg olyan helyen vannak, akkor itt a városban is van egy ilyen pihenő, télen melegedőként funkcionálja a helyiségünk és a telephelyünkön is, és akkor oda bemehetnek, vagy leszállításra kerülnek a kis busszal, és akkor ott tudnak pihenni, hűsölni. Azoknál, akik szabadtéren dolgoznak, még fontosabb az előírások betartása, így akár az is előfordulhat, hogy kánikula esetén senkit sem köteleznek arra, hogy a déli órákban a tűzőnapon legyenek. Erre azonban nincs konkrét jogszabály, ez a munkáltató jó indulatán múlik. Több meleg rekord is megdőlt a szerdai hőségben, 39 Celsius fok feletti értékeket is mértek, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook oldalán. Bejegyzésük szerint már a hajnali meleg rekordok is megdőltek. Azt írták, a nappali órák forrósága után szerdára virradóra már az éjszakai hajnali órák sem hoztak felfrissülést. A legalacsonyabb hőmérséklet az országban többfelé is 20 fok fölött alakult. Ezt nevezik trópusi éjszakának. Mindent el kell követni, hogy elkerüljük a közvetlen összecsapást a NATO és Oroszország között, miután továbbra is jelentős a kockázata annak, hogy hosszan el fog tartani az ukrajnai háború, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Madridban. A tárca vezető a NATO csúcs találkozójáról jelentkezett, és kiemelte, hogy a konfliktus elhúzódása azzal a következménnyel jár, hogy emberek ezrei halnak meg, teljesen értelmetlenül, hogy tartósan fennmarad a háborús inflációs környezet, aminek nyomán globális gazdasági válság alakulhat ki, és az energiaellátás biztonsága is komolyan sérül a következő időszakban. Minden eddiginél fontosabb az, hogy minél előbb végre béke legyen. Ezzel tudjuk megelőzni a még eddiginél is nagyobb tragédiák kialakulását. Ezért mindent el kell követni annak érdekében, hogy elkerüljünk egy esetleges közvetlen összecsapást a NATO és Oroszország között,
Szerencsére több felszólaló is, fontos nagy országok vezetői is egyetértettek ezzel, és fenn kell tartani a stratégiai kommunikációs csatornákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy különböző szándékolatlan eszkalációknak az elejét vegyük. Rendkívüli ülést tartotta a Tolna megyei közgyűlés. A napirendi pontok között egy új tag beiktatása is szerepelt, de ezen kívül szó esett még a 2022-es év költségvetéséről és a terület és településfejlesztési operatív program pályázatairól is. Hogy Magyarország alaptörvényéhez születek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Pacolai Csaba eskütételével kezdődött a Tolna megyei közgyűlés rendkívüli ülése. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, 6 nyitott és 1 zárt napi rendi pontot tárgyaltak, amik között a 2022-es év költségvetéséről és a terület és településfejlesztési operatív program pályázatairól döntöttek. Mai közgyűlésünk egy rendkívüli közgyűlés. Először is egy mandátumot fogunk igazolni, tehát egy képviselői taggal fogunk bővülni, amiatt, hogy az országgyűlési választásokon egyik képviselőnk bejutott a parlamentbe, úgyhogy ő már nem folytatja velünk a munkát. Hozzátette, a Tolnai megyeszék helyet érintő pályázatok irányultságai ugyanazok, mint a top 1-esek esetében. 3-4 fejlesztési irány van meghatározva, amik lehetővé teszik a település infrastruktúrális fejlődését. Folytatódik a top 2-nek a tervezése. Haladunk lépésről lépésre, várjuk a források megnyílását. Nagyon sok település már elkészítette pályázatait, beadták az igényüket a top 2-re. Szerintem fantáziadús és kreatívak voltak. Azt gondolom, hogy most már technikai lebonyolítás és az Európai Unió hozzáállása dönti el, hogy mikor tudunk indulni, mert ugye szeretnénk már a kormányzattal egyetemben külföldi, tehát uniós forrásból megoldani. Nagyon sok település már beadta a pályázatát, de a Tolna megyei közgyűlés továbbra is nyitott új fejlesztés tervezetek befogadására. Európában egyedülálló táboroztatási lehetőséget jelentenek az Erzsébet táborok, amelyek több mint 30 milliárd forint állami támogatásból újjáépülve ma már évente mintegy 170 ezer gyermeket, családot, köztük fogyatékossággal élőket is fogadnak, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán. Soltész Miklós arra emlékezett, hogy a kormány 2010-ben indította az Erzsébet programokat, és induláskor 30 ezer résztvevőt tudtak táboroztatni. Az államtitkár a nemzet, illetve a magyar ifjúság szempontjából egyedülállónak nevezte ezeket a lehetőségeket, ahol az élmény alapú foglalkoztatásokon közösségeket építenek, és többek között tudományokkal, honismerettel, sportokkal is megismerkedhetnek a gyerekek. Miből és mennyit lehet kivinni vagy hazahozni a külföldi nyaraláskor, mire kell odafigyelni, ha az Európai Unión kívülre megyünk nyaralni? Ezekre a kérdésekre adott választ stábunknak Mózsik Szilvia, a NAV Tolna megyei sajtóreferense. Kiemelte, az sem jó, ha túl sok pénz vagy érték van a nyaralónál. Véget ért a tanév, és elkezdődött a vakáció. Ilyenkor sok család indul útnak bel- és külföldre egyaránt. A külföldi utazások során azonban több mindenre oda kell figyelni. Ezekre hívja fel a figyelmet a NAV Tolna megyei sajtóreferense. Az EU-n belüli utazásunkkor a jövedéki termékek, ugye az alkohol, a cigaretta, az üzemanyag szállítása nincs alapvetően engedélyhez kötve, viszont vannak mennyiségi korlátozások. Az EU-n belül ugye magánszemély adómentesen, nem gazdasági célból kereskedelmi mennyiség alatti jövedéki terméket szállíthat. Ilyen kereskedelmi mennyiségnek számít például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör és 90 liter bor és pezsgő. Üzemanyagból pedig járművenként maximum 10 liter hozható be, vagy vihető ki a magyar határon. Ha a házi kedvenc is utazna a családdal, akkor neki elengedhetetlen a pet passport, vagyis az állatútlevél, amit a lakóhely szerinti illetékes állatorvos állít ki. Azonban az sem mindegy, hogy az úti cél Európai Unión belül vagy azon kívül van, hiszen az adott ország jogszabályaival is tisztába kell lenni.
oda kell figyelnünk még a készpénz mennyiségére is, mert minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy annál több készpénz vagy készpénz helyettesítő fizetési eszköz van, köteles ezt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére belép vagy onnan kilép. Az utastájékoztatóval kapcsolatos bővebb információkat a Nemzeti Adó és Vámhivatal weboldalán találhatnak az érdeklődők, de az ingyenesen hívható 1819-es NAV infóvonalon is választ kaphatnak a kérdéseikre. Pénteken zárva lesz a gyógyszertárak többsége, a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a védőnői tanácsadók is az egészségügyben dolgozók munkaszüneti napján, Semmelweis napon. Utóbbi a Magyar Egészségügy napja, amelyet Semmelweis Ignác orvos, az anyák megmentője születésnapján, július 1-én tartanak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ csütörtöki tájékoztatása szerint a folyamatos egészségügyi ellátás érdekében az egészségügyi szolgáltatók a sürgős esetek ellátását az ügyeleti rend szerint biztosítják. Ez vonatkozik a háziorvosi és a kórházi ellátásra is. A gyógyszerellátás a legtöbb településen szintén ügyeleti rend szerint lesz biztosított. Az év minden napján a 24 órában működő egészségügyi toxikológiai szolgálat munkaszüneti napon is hívható, ha mérgezés gyanúja merül fel. Számos veszély leselkedhet az emberre, ha mosatlanul fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt. Ilyenkor hasmenéssel, hányással járó panaszok is jelentkezhetnek. De fokozottan kell figyelni a higiéniára akkor is, ha strandon járunk, hogy megkíméljük magunkat a betegségtől. A vírusfertőzés elkerülésére hasznos betartani néhány alapvető szabályt. Szinte már megszokott, hogy nyáron felüti a fejét valamilyen hányással és hasmenéses tünetekkel járó betegség. Idén nyáron is egyre többen fordulnak házi orvoshoz a vírus okozta megbetegedéssel. Ha megfogadjuk a szakember tanácsát, akkor jó esetben megkímélhetjük magunkat pár kellemetlen naptól. Mindenkinek a figyelmét felhívom, hogy azért mosatlanul gyümölcsöket, zöldségeket, főleg ami a föld közelében terem, például eper, ne nagyon fogyasszon, sőt van egy olyan trükk a dinnye fogyasztásának is, hogy mielőtt meglékeljük a dinnyét, megvalljuk a dinnyét, töröljük át, mossuk le, mert a földdel való szennyezést azt bevihetjük így késsel. Akkor még szokott ilyen lenni. De nem csak a mosatlan zöldségek és gyümölcsök jelentik a veszélyforrást. Ha strandokon vagy élményfürdőkben járunk, ott is érdemes odafigyelni néhány dologra. Sok ember van kis helyen, a higiéniáról sem egyforma mindenkinek az elgondolás. Itt mindig javasoljuk, hogy mielőtt bemegyünk a medencébe, zuhanyozzunk le. Egyrészt magunkat is védjük, meg akár a többi embert is, és ha sokat-sokat kortyolnak, főleg kisgyermekek a medence vizéből, az óhatatlanul hasmenéssel fog járni. Ha bekövetkezne a vírusfertőzés, nem kell pánikba esni. Pár nap gyomorkímélő diéta és megfelelő folyadékbevitellel hamar túl lehet esni a betegségen. Emellett célszerű még valamilyen probiotikumos készítményt is fogyasztani a mielőbbi gyógyulás érdekében. Ha pedig ezek sem vezetnek megoldásra, akkor mindenképpen keressük fel a házi orvost. Idén is lehetett pályázni a legaktívabb iskola díjra a fenntarthatósági témahét keretében. Ennek során a kiemelkedően aktív iskolák kerültek díjazásra az országban. Tolna megyében a Tamási Bürc Ádám általános és alapfokú művészeti iskola nyerte el az elismerést. Ilyen jókat csinálnak, nagyon kreatívak. 2022-ben is magáinak tudhatja a Tolna megye legaktívabb iskolája díjat a Tamási Vürc Ádám általános és alapfokú művészeti iskola. A fenntarthatósági témahéten való aktivitás jutalma a másodízben megszerzett elismerés, tudtuk meg az intézmény egyik tanárától. Egy fenntarthatósági témahét nevezető programsorozat Ba kapcsolódtunk be 2 évvel ezelőtt, ami nagyon-nagyon sok mindent tartalmaz, ami a gyerekek környezeti nevelésével kapcsolatos. Az elemgyűjtéstől kezdve a szemétszedésig, a rajzpályázatokon keresztül, különböző versenyekben való részvételig, illetve magába foglal egy egész hetes a fenntarthatósággal foglalkozó tanórákat, tanóramenetet, foglalkozásokat, ami ezzel a témakörrel kapcsolatos. A legaktívabb iskola díj a tanévben végzett munkát ismeri el, ami egy visszajelzés is az intézmény számára, hogy a diákokat jó úton tereli a környezettudatosság felé. A megjelölt téma, amire építeni kell a foglalkozásokat, mindig más. Idén az ivóvíz minőség védelme kapta a fő hangsúlyt. Miniszterelnökségen keresztül egy pont velem non-profit KFT koordinálja, és ők azok, akik ezt az egészet összefogják. Ők szervezik a különböző gyűjtéseket, például használt elemgyűjtés, volt ruhagyűjtés, olajgyűjtés, használt sütőolajgyűjtés, ezeket mind-mind ők koordinálják.
A fenntarthatósági témahéten való aktív részvétel is bizonyítja, hogy az iskola elhivatott a környezetvédelem iránt. Az intézmény aktív munkáját már márciusban is elismerték az Ökoiskola címmel. Szeptembertől pedig folytatódik tovább a környezettudatosságra nevelés a Tamási Általános Iskolában. Regionális híreink következnek. Különleges kisállatokkal ismerkednek a nyári táborban Pécsen. A természet tiszteletéről is tanulnak a gyerekek. Börtönbe mehet az autószerelő, engedély nélkül használta a járművet. Mozgó, hangot adó ősüllők, dinópark nyílt a Somogyi Kerekiben. Javában zajlik az Állatközelben elnevezésű tábor a Misin a Természet és Állatvédő Egyesületnél Pécsen. 4 turnus terveznek az idei nyárra, az érdeklődés nagyon nagy, nem csoda, hiszen rengeteg fajta élőlénnyel ismerkedhetnek meg a táborozók. A lovon, kutyán, macskán kívül különleges kisállatok is várják a fiatalokat, a velük való bánásmód, gondozásuk és a telephely megismerése is része a táborban töltött időnek. Stábunkkal az idei első turnust látogattuk meg. Csincsilla, teknős béka, szakállas agáma, csak néhány a különleges szeretnivaló kisállatok közül. Többek között ezek teszik szépé a tábori élményüket azoknak a gyerekeknek, akik a Misina Természet és Állatvédő Egyesület Pécs-Somogyi Állatotthonában táboroznak. Most ugye az történik, hogy ugye körbeadják az állatokat, és nekem az azért tetszik, mert van egy-két állat, ami nagyon cuki, nagyon fürge, nagyon imádnivaló. Például a csincsilla, az nagyon puha. Meg ugye a teknősök is cukik. A hetes turnus alatt több állatfajtával, azok tulajdonságaival, a velük való bánásmóddal ismerkednek az itt táborozók. Megtanulják a klikker használatát a kutyákhoz. Lovagolnak, próbálkoznak a fogathajtással, de az egész állatmenhely területét is bemutatják a gyerekeknek. A kedvtelésből tartott állatok csoportja a sok kis állat, amivel éppen most foglalkoznak a gyerekek. Ilyenek például a hüllők, a gekkó, a szakállas agáma, a csincsilla, a teknős béka. Ők olyan állatok, akiket nagyon sokat viszünk közösségbe, nagyon sokat vannak kézbe, hozzá vannak szokva az emberi környezethez, és azt gondolom, hogy rajtuk keresztül elmondhatjuk azt is, hogy kell ezeket az állatokat tartani, hogy kell állatokat tartani, és elmondhatjuk azt is, hogy nem kötelező mindenkinek állatot tartani, mindenki olyan állatot tartson, aminek a körülményét biztosítani tudja. A nyári tábor 4 turnusos, hétfőtől péntekig tart, naponta hazamennek a gyerekek. Általános iskoláskortól egészen 16 éves korig vehetnek benne részt a táborozók. Jelenleg teltházzal működnek, vannak diák önkénteseik és pszichológus hallgatók is, akik segítik a munkát, vagy éppen tanulmányaikhoz szükségesek az itt szerezhető ismeretek, tette hozzá Farkas Tamás, a Pécs-Somogyi Állatotthon vezetője. Több mint 2 év börtönbüntetésre is számíthat az a férfi, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A gyanúsított átvette egy gépkocsit, hogy azt megszerelje. Miután végzett a munkával, az autó tulajdonosának tudta nélkül furikázott a járművel Pécs területén. Eközben a férfi balesetet is okozott, és a gépkocsi is megrongálódott. A pécsi járási ügyészség autószerelőként dolgozó férfival szemben emelt vádat, aki a javítási célból rábízott gépkocsit engedély nélkül használta. A vádlottnak már korábban is volt egy hasonló ügye. 2019. novemberében ittosan járművezetői engedély és a tulajdonos tudta, illetve engedélye nélkül vezetett egy javítás érdekében rábízott gépkocsit, haladása során pedig egy másik gépkocsival ütközött. Őt ekkor a bíróság ittas járművezetés és jármű önkényes elvétele miatt felfüggesztett szabadságvesztésre, büntetésre és járművezetéstől eltiltásra ítélte. 2022. márciusában átvett javításra egy gépkocsit a férfi, és megállapodott a gépkocsi használójával, a megbízóval abban, hogy szól majd neki telefonon, hogyha végez a munkálatokkal. 3 nap múlva be is fejezte a javítást, ekkor azonban nem tájékoztatta erről a megbízóját, hanem úgy döntött, hogy elviszi neki a gépkocsit, illetve felajánlotta egy ismerősének, hogy őt is hazaszállítja. Beült tehát a gépkocsiba, azzal közlekedett Pécset, de baleset
balesetet okozott. Ebben a balesetben személyi sérülés is történt, és a használó megbízó gépkocsia súlyosan megrongálódott. A pécsi járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a férfit jármű önkényes elvételének büntette miatt börtönre ítélje, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Mivel a vádlott a bűncselekményt felfüggesztett szabadságvesztés próba ideje alatt követte el, annak végrehajtását is el kell rendelni. Amennyiben a férfi az előkészítő ülésen beismeri tettét, úgy egy év börtönbüntetésre ítélik az indítvány szerint. Azonban a korábbi cselekménye miatt még több mint egy év szabadságvesztést is kiszabnak rá, így több mint két év büntetésre számíthat. A dínók rég elfeledett világát, élőhelyét, szokásait mutatja be a Somogy megyei Kerekiben nyitott dínópark, amely a kiállítás és a hasznos információk mellett játéktérrel is várja a családokat. A gigantikus hüllők pontos másai felejthetetlen élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hiszen a bábuk többsége mozog és hangot ad ki. Ez a tüskés gyík sok millió évvel ezelőtt biztos az egyik retteget ragadozója volt környezetének. Hossza akár 16-18 méter is lehetett, és egyes kutatások szerint táplálékáért akár a vízbe is bemerészkedett. A parkban jelenleg 30 különféle dínó található, de a 2 hektárnyi területre még további hüllők érkezése várható, hiszen a létszám bővítése folyamatos. A park egy hónapja nyitott, és már is nagy siker az érdeklődők körében. Nagyon szeretik az ide látogatók, eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk. Gyerekek imádják, vannak felnőttek, akik kimondottan dínórajongók, amin én lepődtem meg, hogy rengeteg felnőtt látogatónk van, akik jönnek és repesnek érte, hogy úristen, de jó. Én szerintem teljesen pozitív eddig a tapasztalat. A rég letűnt világ felfedezésén túl a park üzemeltetői számos játék és kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak az ideérkezőknek. A település vezetése a megkeresésre szinte azonnal igent mondott. Lecsaptunk rá rögtön az alkalomra, elhőttek, megmutattam a környéket, kinéztük ezt a gyönyörű helyet, ugye pont félúton a madárkert és a vár között. Nézegettek, tetszett nekik, aztán volt még egy megkeresés, újra eljöttek, megnéztek, akkor már egyre kevesebb település volt versenyben, és idén februárban született meg a tulajdonosok részéről a döntés, hogy a két helyszín közül ugye Kereki lesz a nyerő. A dínópark a nyári idegenforgalmi szezonban minden nap délelőtt 9 és este 6 óra között várja az érdeklődőket. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Az extrém melegben is helytállnak, jogszabály védi a tűzőnapon dolgozókat. Tolna megyei közgyűlés 7 napi rendi pontot tárgyaltak. Utazási tudnivalókra hívta fel a figyelmet a szóvivő, nem mindegy, hogy EU-n kívül vagy azon belül nyaralunk. Mosatlan zöldségek, gyümölcsök, hogyan óvjuk magunkat a fertőzéstől? Pénteken várható a másik legmelegebb napja a hétnek. Egy közeledő hidegfront előtt nő a füllettség. A nap nagy részében napos, délután gomoly felhősödő idő lesz jellemző. A késő délutáni esti időszakban élénkül a szél, mely viharossá fokozódik északnyugati irányból, és elkezdődik a hőmérséklet csökkenése, csak elvétve alakulhatnak ki zivatarok. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!